A barátommal élek egy kis házban, eléggé a város szélén. A barátom a kis kedvenc boltunknak a menedzsere, így késő esténként is dolgoznia kell. Mivel ő elég sokat dolgozik, így valamivel le kell foglaljam magam, általában filmeket nézek. Egy este szokásosan a barátom későig dolgozott, én meg otthon Walking Dead-et néztem a netflix Sorozat Sorozatnézés közben váratlanul kopogást hallottam a bejárati ajtónál. Először azt hittem a futáraz, az, aki a boltunkba szokta hozni a rendeléseket. Így elővettem a személyemet, és elkezdtem menni a bejárati ajtó felé, miközben raktam fel a maszkom. Ekkor még tartott a vírus. Én és a barátom ezért soha nem mentünk el vásárolni. Féltünk, hogy elkapjuk a vírust így inkább mindig futára hozattuk. Kinyitottam az ajtót, hogy odaadjam a szemeim, de amikor kinyitottam az ajtót, sokkolva láttam, hogy egy random férfi áll az esőben. Fekete hosszú új pulóvert, fekete nadrágot viselt, és zsíros haja volt. Egy hajléktalanra hasonlított. Elkezdett magas hangon valamiféle hangokat kiadni. Ekkor észrevettem, hogy hiányzik pár foga, ezután őrültem bámulni kezdett a piros szemeivel. Először megijedtem, de próbáltam illedelmes lenni, így megkérdeztem, hogy segíthetek-e valamiben. De ahogy gondoltam, nem mondott semmit. Biztos voltam benne, hogy ez a férfi drogok alatti hatásomban. Ekkora az adrenalin szintem az egekben volt, viszont nem akartam szemét lenni és rácsukni az ajtót. Párszor még megkérdeztem, hogy segítségre van-e szüksége, de akkor lassan megfordult és elsétált. És eltűnt az éjszakában. Elég furának tartottam a helyzetet, de nem éreztem magam fenyegetve, és lezártam annyival, hogy a férfi csak részeg volt. Elkezdtem tovább nézni a sorozatot, végül a barátom is hazajött, és nem sokára elmentünk aludni. Körülbelül hajnali négy óra lehetett, mikor meghallottam, hogy csörög a telefonom. Kinyitottam a szemeim, és láttam, hogy egy ismeretlen szám hív. Miután felvettem a telefont, ugyanazokat a hangokat hallottam, amiket a férfi adott ki. Azonnal kinyomtam a telefont, és letiltottam a számot, hogy biztos legyek abban, hogy nem hív fel újra. De ötletem sincs, hogy hogyan szerezte meg a telefonszámom. Ez a kérdés mai napig él bennem. Még mindig ebben a házban élek, és semmi fura, vagy abnormális nem történt azóta. 19 éves nő vagyok, nemrég költöztünk az egyetem miatt. Mivel az egyetemi kollégium egy vagyomba került, így a szüleimmel élek tovább, amíg nem lesz lehetőségem költözni. Egy nap a szüleim elmentek egy háromnapos kirándulásra, így az enyém volt a lakás. Ahogy említettem, még csak 19 vagyok, így elég könnyen elkezdek unatkozni, és nem volt sok dolog, amivel lefoglalhatnám magam, így felhívtam az egyik barátnőm Netflixezni. Szerencsére csak egy saroknyira lakott tőlünk. Átjött. Mindketten leültünk a kanapéra, és egy filmet néztünk. Kb. egy órát néztük a filmet, amikor a barátnőm megfogta a távirányítót és megállította a filmet, mondván. Liz, hallottad? Nagyon halkan, de olyan volt, mintha fémütődés lett volna a hátsó kertből. Eléggé erdős területen élünk, és sokszor ide tévedt pár váratlan állat körülnézni. De ezt a hangot hallottuk újra és újra, csengett a fém. Bepánikoltam, és gyomoridegem lett. Mivel nagyon paranoiás vagyok és sok horror nézek, így elvettem a testvérem baseball ütőjét a szobájából és kinyitottam a hátsó ajtót. Eléggé sötét volt odakint, szóval nem láttam, hogy mi adhatja ki ezeket a hangokat. Először azt gondoltam, hogy egy egér vagy egy mókus lehetett az, de amikor felkapcsoltam a kinti villanyt, ezek a gondolatok egyből elszálltak a fejemből. Megláttam egy férfit, aki a kondenzátort üti apukám egyik kerti szerszámjával. Nagyon vékony volt, és mintha meg sem látott volna engem. Talán vak volt? Megijedtem. Visszafutottam a házba, és mondtam a barátnőmnek, hogy elől ki kell mennünk, minél hamarabb, és meg is tettük. Kirohantunk a házból nagyon gyorsan. Beugrottunk az autómba, eközben a barátnőm már telefonon beszélt a rendőrökkel. Végig sírtam, amíg el nem értünk egy benzinkútra. Ott végre megnyugodhattam. Akárki is volt a kertemben azon az estén. Eltűnt. A rendőrök átkutatták a területet, viszont nem találtak hasonló embert a leírásom alapján. Később a rendőrök eléggé felkavaró hírekkel jöttek. Azt mondták, hogy körbenéztek a lakásban, a garázs ajtó tágra nyitva volt, és el volt törve. A barátom elment sörözni a barátaival Londonba. Estére már mindent elterveztem. Netflix, egy kis bor, és hogy megosztozzok a kanapén a kutyámmal. Egy husking van, Lulu a neve, aki azt hiszi, hogy ő is egy ember. Minden esetre egy jó esténk volt Luluval. Elfáradtunk, így elmentünk az ágyba aludni. Lulu mindig velünk alszik az ágyban, a lábunknál. Viszont ma este arra keltem, hogy Lulu az arcomat nyalogatja, miközben ugat, hogy felkeltsen. Ilyet még soha nem csinált. Azt gondoltam, hogy WC-re kell mennie, úgyhogy felkeltem, hangozza lettem figyelmes, a földszinten. Azon gondolkoztam, hogy a barátom Luke mennyire lehet részeg. A lépcsőtetején tetején voltunk Luluval, elkezdett visszalökni, és ő tovább állt a lépcsőtetején, morogva. Le akartam menni a lépcsőn, viszont ő elállta az utat. Engem nézve is nem engedett le. A zaj még folytatódott. Leordítottam, hogy gyere most azonnal fel, és feküdj le. Reméltem, hogy a barátom meghallja, és befejezi, akármit is csinál lép, és holnap meg tudom vele beszélni ezt. A zaj abba maradt és lulutett egy pár lépést a lépcső felé, de még mindig morgott. Gondoltam, be megyek a telefonomért, ami az ágy mellett töltődött, és felhívom a barátom lúkot. Úgy gondoltam, hogy lent van a földszinten, és hallani fogom, hogy szól a telefonja, így oda mehetek, hogy felhozzam. Felvette és azt mondta: Szia, életem, most érek be az utcába, miért vagy még mindig fent? Elmondtam neki, hogy hallottam az ajt, és azt hittem, hogy ő csinálja. Mondta, hogy ő is hallja Lulu morgását, és ez nem egy megszokott dolog tőle. Luke mondta, hogy két háznyira van, és letette. Mikor bejött a házba, azt mondta, hogy menjek és feküdjek le. Reggel átbeszéljük ezt. Lefeküdtünk, kivéve Lulut aki ott ült az ajtóban egész éjjel. A vér is megfagyott bennem, amit reggel láttam. Az ajtó már majdnem ki volt fordulva a sarkából. Innen jött a zaj. Valaki újra és újra ütötte az ajtót. Kicseréltük az ajtót, és a szakember azt mondta, hogy még pár ütés kellett volna az ajtónak ahhoz, hogy megadja magát és kiessen. Hála Ludunak, hogy azon az éjjelem felkeltett. Szóval, ez egy pár hónapja történt, és most is remegve írom le ezt. Jelenleg 25 éves nő vagyok, és megvettem az első lakásom a vőlegényemmel Dél-Karolinában, Charleston városában. A ház, ahova költöztünk nem volt különleges, egy alapháznak nézett ki, amit egy vagy két embernek tökéletes volt. Egy este a vőlegényemet behívták a munkahelyére egy fontos megbeszélés miatt, az alkalmazottakkal, a vásárlók elégedettségéről volt szó. Viharos idő volt, és mert eléggé fáradtnak éreztem magam, így úgy döntöttem, hogy lefekszem a kanapéra a kutyámmal, Crayonnal, és kerestem valami jó sorozatot a Netflixen. Sok keresgélés után az amerikai horror Story-ra jutott a választás, ami szerintem a legjobb sorozat. Egy pár rész után sikerült bealudnom, és Crayon ugatására ébredtem meg. Német juhászkutyánk van. Alapjáraton ügyes kutya viszont sok baj volt a hangoskodásával. Az elhúzható ajtót nézve ugatott, ami a hátsó kertbe vezetett. Egy erdő mellett lakunk, így elkönyveltem annak, hogy egy mókus vagy más vadállat miatt ugat. Egy idő után viszont az idegesítő ugatás védekező stílusba váltott. Odafutott az elcsúsztatható ajtóhoz, és próbált kijutni valahogy miközben hangosan ugatott. Kíváncsi lettem, így megállítottam a sorozatot, hogy megnézem mégis miért tugat ennyire. Vettem egy mély levegőt és felkapcsoltam a kinti villanyt, hogy megnézhessem, mit lát a kutyám. Amit akkor láttam, mai napig kísért engem. Ott állt kint egy fickó fekete esőkabátban, engem nézve, vendett a maszkot viselve. Kb. 180 cm magas lehetett. Elhúztam a függönyöket és a telefonomhoz rohantam, hogy felhívhassam a rendőrséget. Behívtam Krayont a szobába, és ott bújtam el vele, amíg a rendőrök ki nem értek a házhoz. Törés hangot hallottam a nappaliból, és ekkor tudtam, hogy most tölt be a fickó házba. Zokogva imádkoztam Istenhez, hogy ne halljak meg. Mikor meghallottam a szirénákat, megnyugodtam. Ekkor két-három ember üvöltötte azt, hogy rendőrség. Lassan kinyitottam az ajtót, és megpróbáltam a lehető legjobban elmagyarázni, hogy mi is történt de mint általában az ilyen eseteknél, most is a fickó eltűnt. Következő héten kicseréltük a betört csúsztatható ajtót, és felszereltünk egy kamerát. Még mindig azon gondolkozom, hogy mi történt volna, ha Crayon nincs ott, hogy figyelmeztethessen. Ez az eset egy pár éve történt, mikor 25 éves voltam, és messze ez a legéhesztőbb és érthetetlen dolog, ami velem történt. Teljesen igaz, amit mondok, és úgy éreztem, hogy meg kell osszam másokkal. Társasházban élek, így több lakás van egymás mellett nem a legjobb itt élni, de a szüleim már nagyon szerették volna, hogy elköltözzek, és ez volt az egyetlen választás, amit ki tudtam fizetni havonta. Los Angelesben élek, így eléggé drágák a lakások, és sok pénz nélkül kevesebbet adsz magadra, vagy az utcán élsz. Yes. Minden esetre épp hazajöttem a munkából egy hosszú nap után, és vágytam egy kis szabadidőre. Lustálkodó személy voltam, így leültem a kanapémra, hogy egy kis Netflixet nézzek a cicáimmal, amíg a vőlegényem haza nem ér. Van egy barack színű rövid szőrű amerikai macskám, aki Girls névre hallgat, és ő a lelki támaszom. Az állatok mindig elmulasztották a szorongásom. Szóval ültem a kanapén, és Orange is the New Black-et néztem a cicámmal amikor nyávogni kezdett folyamatosan. Elég fura volt, mivel a mi nem szokott nyávogni, csak ha éhes. De mivel nem rég volt megetetve, így nem értettem, mi a baja. Elkezdett támadóan nyávogni, miközben felemelte a hátát. A szőr a hátán szintén kezdett felállni. Ekkor még nem értettem, hogy mitől ijedhetett meg ennyire. De akkor megértettem amikor ránéztem a fődőajtóra a folyosón. A szívam a torkomban dobogott, amikor realizáltam, hogy valami megéheztette őt. A fődőajtó csukva volt, de lassan odalépkedtem az ajtóhoz, és hallgatózni kezdtem, és ekkor hallottam egy hangos zajt az ajtónál. Ekkor megfogtam gőzt, és kimentem vele a lakásból. Először arra gondoltam, hogy a barátom csak a legrosszabb módon szórakozik velem, de amikor felhívtam, akkor ő még munkában volt. Mivel más lehetőség nem volt, így felhívtam a rendőrséget, és két rendőrautó is érkezett öt percen belül. Két rendőr kérdezett a történtekről, még a másik kettő átnézte a lakást. Mikor visszajöttek, elég furcsa híreket mondtak el nekem. Felmentek a lakásba, átnéztek mindent, viszont nem találtak senkit. De ez technikailag lehetetlen volt, mivel bezártam a bejárati ajtót. Mai napig nem tudom, hogy egy betolokodó vagy egy paranormális eset volt de tudom, hogy nem képzelődtem, mivel a cicám megijedt. Egy dolgot viszont tudok, hogy aznap nem voltam egyedül a lakásomban. Soha nem ismerkedtem meg vele, nem tudtam a nevét, vagy hogy hogyan néz ki. Nem tudom, hogy hogyan és mikor kezdődött, de elmiatt elég boldog vagyok. Egy kis lakásba költöztem előző év februárjában, a főbérlő egy kedves öreg nénike volt, aki nagyon sok kaját főzött, így mindig maradt maradék. Nagyon kedves volt velem, addig, amíg el nem mondtam neki a problémám. Antiszociális vagyok, de ő soha nem gondolta volna, hogy bérelni fog tőle egy visszahúzódó lány. Emiatt a lányára emlékeztettem. Minden héten kopogott az ajtómon, hogy szóljon, hogy hagy valami kaját nekem. Nagyon szerettem, hogy így bánik velem. Következő reggel mostam, és hagytam az ajtóm előtt szennyes kosarakat, és kb. egy órára jött, és elvitte őket. A szomszédok rendesnek tűntek, de nem nagyon beszéltem velük. Otthonról dolgozom, szóval amikor muszáj voltam kimenni a házból, mindig siettem haza, ne kelljen semmilyen beszélgetésbe keverednem. Szerettem itt élni, hálás voltam mindenért. Itt felszabadulhattam. Áprilistól észrevettem, hogy valami nem okés. Tárgyak kezdtek elmozdulni, vagy eltűnni. Bár ezt annak könyveltem el, hogy a szorongásom okozta az új gyógyszerek és a költözés miatt. A gyógyszerek miatt mindig hamar elálmosodtam. Utáltam orvoshoz járni, szóval inkább megbékéltem ezzel. Történt ekkor egy eset, ami kétszer este a paranoiám. Olivia, a főbérlő zöld salátát hozott ebédre, és netflixezni kezdtem. Kb. a film felénél elaludtam, és körülbelül délután 5 órakor ébredtem meg. Viszont miután felkeltem, valami nem stimmelt. Az, hogy az ágy másik felén valaki aludhatott. Jobb oldalamon alszom mindig, és az ágy másik fele még meleg volt. Először azt hittem, hogy sokat forgolódhattam, de látszódott, hogy itt valaki volt. Felkeltem és átnéztem a lakásom, miközben hívtam a rendőrséget. Semmi sem volt elmozdítva, vagy eltűnve. Minden úgy volt, ahogy hagytam. Két hétig minden okés volt, kivéve azt, hogy néha a cipők nem voltak párosan rakva. Gondolkodtam, hogy elmondjam ezt valakinek, a szüleimnek, vagy esetleg Oliviának. De végül nem tettem. Nem féltem, erős voltam. Talán eléggé nagy fejűségnek tűnik, de nem akartam, hogy a szorongásom miatt elköltözzek innen. Később azonban minden csak rosszabb lett. A fehér nemüm, a fogkefém, és talán a kajám is más helyen volt. Ahányszor felkeltem, mindig egy furcsa szag volt a lakásban. Végül rájöttem, hogy nem élhetek ebben, és ideje, hogy komolyabban vegyem ezt a dolgot. Felhívtam édesanyám, és megkértem, hogy hadaludjak otthon egy pár napot. Hazajöttem, és elmeséltem mindent. Azon a hétvégén édesapám elment a lakásomba, és amit talált, az igazán ijesztő volt. A falakra az volt írva, hogy bébi, gyere vissza, kérlek. Kifutott a lakásból, és felhívta a rendőrséget. Rajtam kívül senki nem élt a lakásban, de valakinek így is volt kulcsa. Végül kiderült, hogy Harry Olivia fiatette, és ő úgy gondolta, hogy mi kapcsolatban vagyunk. Minden nap és minden este bejött a lakásomba, az édesanyja pót kulcsával. Úgy gondolta, hogy mi szeretjük egymást. Drogot rakott az édesanyja által készített ételbe, amit nekem készített. És ez okozta az álmosságom. Ilyenkor mindig bejött, nézte, hogy alszom, fogdosta a hajam, és megpuszította a vállam. Megvizsgálták az ételmaradékokat, és megtalálták rajta a kábítószer nyomait. Teljesen lesokkolódtam, és az undor fogott el. Egy férfi, akinek a létezéséről sem tudtam, gyűjtötte a hajam, a ruháim, és a szemetem, és a lakásomban élt négy hónapon keresztül. Szóval a barátommal élek együtt egy lakásban. Ő egy területi igazgató gyors éttermeknek Angliában. Elég sokat kell dolgozzon, így van, hogy későn ér haza. Van, hogy éjjel háromkor még nincs otthon, és van, hogy fennmaradok, hogy biztos legyek abban, hogy minden rendben van vele, és hogy szeretne egy forró fődőt venni, vagy esetleg kávét. Általában mielőtt hazaérne felhív, hogy szeretne egy forró fődőt venni, és hogy készítsem el a vizet, beleegyezek és lerakjuk a telefont. Az épületben, ahol élünk, van egy biztonsági ajtó, ami tízkor bezáródik. Viszont ha van kulcsod, akkor nem kell emiatt aggódj, hogy nem tudsz bejutni. Leültem, hogy netflix ezzek Egy csészetával és egy csomag kekszel. Ekkor megszólalt a kapunyító, szóval valaki az ajtónál felcsengetett a lakásunkba, és egy gombot kellett ahhoz megnyomjak, hogy beengedjem az épület főbejáratához. Gondoltam valaki elhagyta a kulcsát, és hirtelen az én lakásomba csöngetett fel. Nem akartam figyelembe venni, megváltam, amíg elhallgat viszont újra és újra csengetni kezdett, mintha valaki rajta tartotta volna az ujját. A lakásunk a második emeleten van, és a hálószobából látjuk, hogy kiáll a főbejáratnál. Felkeltem, kimentem a hálószobába, és lassan elhúztam a sötétítőt, hogy megnézzem ki van ott. Öt kigyúrt, magas férfit láttam. Éjjel kettő óra van. Mi a fenét csinálnak itt? Mi a fenét csengetnek hozzám? Akárkik is voltak, biztosan nem itt laktak, mivel nem volt kulcsuk. Mikor kinéztem, láttam, hogy a középső férfi felemeli a kezét, és hozzám csenget. Más gombot nem nyomott, csak az enyémet. Úgy gondoltam, hogy el kellene küldjem őket innen azzal, hogy ki fogom hívni a rendőrséget. Viszont nem akartam, hogy megtudják, hogy nő vagyok. Lehet, hogy butaságnak hangzik, de 23 éves vagyok, eléggé alacsony. Elővettem a telefonom és felhívtam a barátom. Azt mondta, hogy jöjjön át, és várjon velem. Amíg telefonáltam, a csengő még mindig csengett. A barátom mondta, hogy csak figyeljem őket, és ne csináljak semmi mást, amíg az apja ott nincs. Mikor megláttam a barátom édesapját oda menni a fickókhoz, láttam, hogy beszélgetni kezd velük. A barátom édesapjának van egy kulcsa a lakáshoz, így be tudott jönni. Oda jött és megkérdezte, hogy minden rendben van-e. Leültünk tehát iszogatva, és megkérdeztem, hogy miről beszéltek kint. Azt mondta, hogy odament a főbejárathoz, és azt kérdezték. Hé, te itt élsz? Esetleg be tudnál engedni minket is? Lúkas válaszolta neki, ha nincs kulcsuk, akkor valószínűleg nem élnek itt. Úgyhogy nem. Erre az egyikük azt válaszolta, hogy a barátnője a négyes szám alatti lakásban él, ami az én lakásom volt, és hogy barátnője elaludt, így nem tudtak bejutni. A barátai meg nincs, ahol meghozzák magukat, így nála aludnának. Nála meg nincs kulcs, Szóval mi lenne, ha beengedné őket? Luke ekkor azt felelte, hogy a lánya él itt. Mire egy másik fickó meg azt mondta, hogy mi lenne, ha felmennénk együtt, hogy megnézzük, ki él ott. Luke annyit válaszolt, hogy nem tudja, mi a tervük, viszont nagyon gyorsan tűnjenek el innen. És ha még egyszer meglátja itt őket, letartóztatja. És most takarodjanak el, mivel ha nem tűnnek el, a szart is kiveri belőlük. Ekkor a fickók elsétáltak, így Luke be tudott jönni nyugodtan a lakásba.